Pintér Attilát, akinek a csapata az elmúlt hetekben nagyon sok elismerést gyűjthetett be szakmai fórumokon, így van ez a pepsifoci.hu szavazásán is, ahol a csapatkapitányok döntöttek szeptember legjobbjáról, és kettős győzelem született. Ezúttal Mokány Lajos nem mint tolmács szerepel itt, hanem aki elmondja nekünk a végeredményt, és hogy miért is vagy itt pont a Győr meccsén. Így van, hát gratulálni kell a győrieknek, hiszen szeptemberben csak az lehetett a kérdés, hogy melyik győri játékos lesz majd az első, tehát az első két helyet is úgymond kisajátították maguknak. Koltai Tamás győzött Varga Loland előtt, úgyhogy azt gondolom, nem értem érdemtelenül, hiszen ha jól emlékszem, három olyan mérkőzésre is volt a Koltai Tamás, amit az ő saját góljaival gyakorlatilag csak ölött azokon a meccseken gólt, és mindegyiket meg tudták nyerni. Úgyhogy talán amikor október elején a válogatott kezdőcsapatába bekerült, ez egyfajta előzménye lehetett, ez a formája, amit ő szeptemberben tudott nyújtani. Mi az, amit kap ezért tőletek? Ezúttal is egy vacsora utalvány lesz az Origo étterem jó voltával, úgyhogy majd átadjuk neki. Pintér Attilától meggondolom egy válveregetést mindenképpen Koltai Tamás és Varga Roland is kaphat, de a mai mérkőzés után nyilván, hiszen ma már erre a találkozóra kell koncentrálniuk. Mit vár a két játékostól, a csapattól itt az ülői úton? Így van, gratulálok én is a Tamásnak, hiszen azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a csapat így tudott szerepelni, de mint a múltból nem lehet megélni, és szeretnénk itt is jól szerepelni, úgyhogy nagyon várom azt a csapatot, hogy ott folytatja a labdát. Tamás, gratulálok, hiszen a mérkőzés előtt ugye a pepsifoci.hu főszerkesztőjétől megtudtuk, hogy te lettél a szeptemberi hónap legjobbja, és a Győr pedig az októberi hónap legjobbja, és legalábbis most az eddigiek alapján, hiszen itt is vezettek az Üllői úton, és így aztán jó eredménnyel fordulhattok első helyen a novemberre. Hogy alakult az első fél? Először is köszönöm szépen az elismerést, az ajándékot. Hát sajnos az első félben igazából vezetünk 1-0, de a játék kép alapján egy kicsit vagyunk szorulva, ezen változtatni kell mindenképpen, mert a Fradi nagyon, nagyon rákijött, ezt mindenképpen rendbe kell tenni, és nekünk is fel kell vállalni jobban a támadó játékot a első félben. Láttam, hogy itt a félidő közepén kijöttél a kispadra, minden rendben van? Igen, minden rendben, kicsit megszívültem, volt egy ütközés, és utána nem éreztem jól magam, de most már rendben vagyok. Köszönöm szépen, várjuk akkor a folytatást Koltai Tamástól és a többiektől. A Fradi nagyon nyom, és meg is vannak a helyzetei, de hát mindent majd a szünetben jön az elemzés.